Még el sem készült a játszótér, már most rongálják a vadonatúj padokat, szeméttárlókat, játékokat Szekszárd belvárosában. A fiatalok gördeszkával ugrálnak az új műanyag padokon, lerugdossák a szemetes kukákat és tönkreteszik a játékokat. 1,6 milliárd forintból újul meg Szekszárd belvárosa, új díszburkolat, új padok, játékok kerültek a régiek helyére. Még át sem adták a területet, már több padot és kukát rongáltak meg ismeretlenek. Van olyan pad, amit teljesen ki kell majd cserélni. Maximálisan elítéljük, tehát vandálok, a vandalizmus nem támogatható, és egyszerűen nem is értjük azt, hogy néhány embernek ez hogy jut eszébe, hogy a vadonat új, sőt, még néha nem is elkészült félkész utcai bútorokon gördeszkával ugratnak, a félkész gumiörleménybe belemennek, ami még nem kötött meg. Ez észszerűtlen rongálás, vandalizmus. Elég és ne tovább, így döntött az egyik önkormányzati képviselő, ezért új javaslattal állt elő, miként lehetne fülön csípni a brutális vandálokat. Előterjesztettem egy városőrségnek a kialakítását, ami a civil szervezetekkel, a városban működő biztonsági cégeknek és a polgárőrségnek a közreműködésével egy valamiféle járőrözést. Nem szoktak hozzá az emberek még ahhoz, hogy itt valami új készül, ha megszokják, és nagyon remélem, hogy ez a riport ez alkalmas lesz arra, hogy megszoktassa a fiatalokat is arra, hogy ez őértük készült, nekik készült. Ezt nem szabad tönkretenni, és nagyon-nagyon vigyázzanak rá. Úgy tudjuk, Szekszárdváros önkormányzata nem tesz feljelentést a rendőrségen a vandálok ellen. A kivitelező pedig vállalta azt, hogy a szakadó esőben körülkeríti a padokat, saját költségén kijavítja azokat, és persze a kukákat is kicserélik majd. Szalai Péter tudósította az ATV híradóját Szekszárdról.